Álmodtuk valamennyien, vagy igaz volt talán, hogy egy földre szállt angyal közöttünk élt. Hogy itt volt velünk ez a csoda, hogy eljött közénk. Megadom a választ, amit valamennyien jól tudunk. Nem. Nem álom volt, nem csak egy gyönyörű, feledhetetlen álom volt, hanem igazi valóság, csodás valóság, hogy akik itt vagyunk, valamennyien ismerhettük Szabó Tímeát. Ismerhettük azt a csapattársat, akire mindig lehetett számítani. Minden egyes meccsnek, minden egyes másodpercében, hogy a bajban ki fogja segíteni a csapattársait, hogyha kell, hát megszakad a pályán, és sohasem önmagát akarja mérkőzés közben előtérbe helyezni, hanem mindig, minden pillanatban a csapatért, a többiekért teszi, amit tesz, számára szent a közösség, a csapat sikere, eredményessége. Kell, nagyon kell minden egyes csapatsportágban egy ilyen ember, egy ilyen játékos, egy ilyen kohéziós erő. Ahol nincs ilyen ember, ott nehezebben formálódik a közösség, nehezebben lesz egységes a csapat. De igazából az élet minden területén, minden egyes közösségnek nagy szüksége van az ilyen emberekre. S Szabó Tímea egy ilyen ember volt, a pályán kívül is, ott is egy kohéziós erő, egy közösség formáló erő volt, ott is képes volt az egyéni érdekei elé helyezni a közösségi érdekeket, és nagyon sokat tett azért, hogy az ő csapata a csarnokon kívül is egy igazi kis összetartó közösség lehessen. Pedig nem volt egy időmilliómos, hiszen sikeres ügyvéd volt. Bőven volt a civil életben elfoglaltsága. Nagyon sokan keresték őt meg ügyes fajos dolgaikkal, és ezen túl még a tágabb közösségéért, a lakókörnyezetéért, a városáért is igyekezett mindig tenni valamit. Igyekezett ennek a szatmári városkának egy hasznos személyisége lenni. Sokat, nagyon sokat letett az asztalra Fehérgyarmatért. Joggal lehet azt mondani, hogy erre születni kell, hogy ez nem jön csak úgy magától. És tényleg valószínű, hogy ez nem jön csak úgy magától, s Timike sok hasznos gént örökölt az ő szüleitől is, de ő maga tudott élni ezekkel az adottságokkal. Mint ember, hasznos, értékes, segítő emberként tudta élni az életét. Volt benne valami hihetetlen belső tűz, volt benne valami elképesztően mély humánum, s nagyon, nagyon sok szeretet. Igen, sugárzott róla, hogy képes szeretetet adni a környezetének, de hál' Istennek megtapasztalhatta, hogy ő is rengeteg szeretetet kapott. És azt hiszem, ez csak tovább erősítette őt abban, hogy jó és helyes az az út, amelyre ő rálépett, hogy neki igenis ezt az utat kell járnia, ez az ő útja. És volt neki egy olyan háttere, ami biztos, szilárd háttér volt, ami feltöltötte őt, elképesztő mennyiségű energiával, hiszen ott volt neki az ő angyalkája, Zorka, akiben élete minden pillanatában örömét lelte, s volt neki egy olyan társa, Manó személyében, akivel jó volt neki együtt élni. És ezt nem csak úgy magamtól mondom, ezt ő maga is elmondta. Többek között a volt csapattársának, a lányomnak, aki amikor megkérdezte tőle azt, hogy jól megvagytok-e Manóval, ő azt válaszolta, Gabesz, nagyon jó Manóval együtt élni. És most azt mondom nektek, drága csapattársak, drága barátok, nektek mondom, akik imádtátok Timikét, a csapattársat, a játékost, a barátnőt, az embert, hogy a szívetekben azért legyen mindig békesség, ha visszagondoltok rá, mert egy tartalmas, egy nagyon boldog életet, egy földi csodákkal kikövezett 4 évtized volt az az életút, amit ő megélhetett.
Egyszer. Csak egyetlen egyszer csalódtunk benne, amikor szó nélkül itt hagyott bennünket, amikor elment tőlünk, de ez az egy, sajnos nem az ő döntése volt, ez sajnos nem tudta befolyásolni, oly sokszor megcsodált akarat erejével sem. Végső búcsúztatásodon azt ígértük neked, Timike, hogy soha nem feledünk. És ezt ígérgető szavak nélkül is be fogjuk tartani, ameddig csak peregni fog a mi életünk filmje. Már nagymamák lesznek majd ezek az asszonykák és ifjú leánykák a te csapattársaid. Akkor is ott leszel majd gondolataikban, szívükben. Akkor is elmorzsolnak majd érted néhány könycseppet a szemük sarkában, amikor eszükbe fogsz jutni, és akkor is hálásak lesznek a Jóistennek valamennyiünkkel együtt, hogy ismerhettünk téged, te drága Szabó Timea. Mindörökké élni fogsz bennünk tovább. És az a mez most visszavonul, megpihen, ami oly sokszor szolgált téged, amelyben te szolgáltad a klubodat, a csapatodat, a szurkolókat, amely mindig szent volt számodra, amiért a szívedet, lelkedet te mindig kitetted a pályára. Sajnos már a második visszavonultatott mez lesz ez a Kisnorci papó mezével együtt. Ti már mindketten az égi pályák mezében szerepeltek. És megtekintjük együtt azt az összeállítást, amelyet a te imádott csapattársaid készítettek, akik mindig felnéztek rád emléked előtt tisztelek. Minden, amit az ember szeret, túl könnyen elveszíthet.
nem mondhatok neked más. Csak az jó, mint az, amit az ember szeret, hogy tud, soha nem veszít el. Persze a kereszt húsba vár, de találkozik minden odaát. De nem kell sok szó, ezt te is jól tudod. Az Isten kérdezik, hogy hogy hagyhatod. Ennyi szenvedés, de nincs titokban. Az ember új lenyomata, mindenen ott van. És nincs ami jobban, az pokolja a fáj. Ha akit szeret egyszer, csak nem jön vissza már. De bármilyen sötét az út, amint jár egyszer. Minden elveszett lélek hazatalál. Mindent, amit az ember szeret, túl könnyen elveszíthet. Ez egy kemény vadvilág, de soha nem mondhatok neked más. Csak az volt mindaz, amit az ember szeretni tud, soha nem veszít el. Persze a kereszt